Mi kiválasztott idézeteket olvasunk a Tammuz hónapnak a 17. napjával kapcsolatosan, kérdéseket föltenni a Kaba TV-n keresztül, a kiválasztott kérdések pedig meg lesznek válaszolva a lecke során. Rav. Tehát nekünk van ezzel egy kis problémánk a 17. napjának a Tammuzzal. Tehát a Tórában le van írva és a Bibliában ezzel kapcsolatosan, hogy a problémák ezek az a napokhoz kötődnek. Ugye az egyetemi 10 csapás is ehhez kötődik. Tehát nyilván ez a fáraó mért volt, a bűnösre mért csapások voltak. De nyilván voltak csapások Izraelre mérve, és akik sokat szenvedtek emiatt, azok, ugye le van írva a Bibliában a történelmi során, és ezeket nem nagyon érezhetjük, hogy mi volt erre szükség egyáltalán. Tehát nyilván egy ilyen kollektív büntetésnek minősül, hogyha nem értjük a lényegét a dolognak. A kérdés az, hogy ez pontosan, hogy így írjuk le ezt, ami történt. Mert a Kabbala bölcsességnek megfelelően, amit a Kabbalában látunk, a büntetés az korrekció, és vannak büntetések, amelyek valóban valamikor már jutalom a büntetés valójában. Ha megnéztek, hogy mi történik veletek, tehát érezni kell, hogy jön a bűn, aztán jön az érdem, és a kiegyenlítődés a bűn és az érdem között az valójában a büntetés felvejeletnek. Honnan származik mindez? Nyilván van egy inkorrekt hozzáállás. A gonosz feltárásával szemben, Rabbi Akiva például nevetett, amikor égett a templom, a többiek pedig sírtak. Ez nyilvánvalóan az inverz viszonyból jelent meg, amely az istenség felismerésével kapcsolatosan jelent meg az emberben. És tehát Ádám Harisontól kezdődik annak az elérése, hogy az ember meg tudja ragadni az Istent, és ettől a ponttól kezdve tudjuk megszervezni a csoportokat, Ádámtól Ábrahámig a családok jelentették, ezt nem volt magas az ego még, ezért mint egy család éltek. Nyilván Ábrahám idejétől kezdve azonban, ahol megjelentek emberek, akiben az ego már erős volt, akkor kezdődött el az a munka, hogy már csak a szeretettel, amit felveszítek egymás irányába, tudtak a növekvő ego irány ellenében is egyesülni. Ez Babilonban kezdődött, és aztán, amikor ők felfedezték azt a módszert, amit egyébként Ábrahám fejlesztett ki, elértek egy olyan állapothoz, ahol a szeress fel a barátod, mint önmagad parancsolat az érthetővé vált, és ebből lehetett megfejteni utána. Miután valaki elérte az egymás iránti szeretetnek a szintjét, akkor láthatta önmagát, a világot, a teremtőt és mindent egy invertált formában, és akkor egy felejtett rájött világ jelenik meg. Ez valami, mint a feje lefelé akasztanának föl valakit, mindent fordítva kezd el látni, és látja, hogy a teremtőtől jövő dolog az nem gonosz, és azok a hibák, amiket a teremtő ezáltal feltárt, az összes szenvedés, amit a teremtő feltárt, a borzasztó negatív állapotok, az mind a teremtőtől jöttek, és valójában ez az ő szeretetének, a feltárásának a helyévé válik a világ. Ezt pedig egy helyes módon kell értelmeznünk, éreznünk kell a jót a rossz helyén. Tehát nekünk meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat mindenhez. A sötétséget fényé kell fordítanunk. Tehát ezért nem kell szomorúságot éreznünk egyáltalán, ahogy ezt a Bibliában látjuk. Tehát miután megkaptuk a Tórát, ott rengeteg probléma jelent meg Izrael életében, kínok jelentek meg, bűn a bűn ellenében, tehát minden egyes pillanatában a Bibliának, minden egyes sorában olyan bűnöket ír le,
amelyek iszonyú szenvedéseket okoztak. De meg kell, hogy értsük, hogy valójában nem végrehajtották ezeket a bűnöket, hanem feltárultak ezek a dolgok, ezek a hibák a teremtő által, hogy valóban ezek a törés óta léteznek, és a tudás fájában csak elmélyültek ezek. És így kell fölemelkednünk a sivatagi minőség, a sivatagban való munkával, az értelembeli hitbe. És az összes hiba, ami föltárul, ez valóban, amiről a Tóra beszél, ez azt jelenti, hogy a nyakos emberek, akik valóban egyre bűnösebb dolgokban éltek, a Teremtő ellenében, Mózes ellenében, együtt, külön-külön, mindenki saját módján, valóban elmerült az önszeretetben, és ezeket megpróbálja elmagyarázni nekünk ez a történet, hogy még a hétköznapban is megértse, hogy mit jelent a balvonalnak a feltárulása, hogy a bűn valójában a sivatagi generációban kezdődött igazából, és később, amikor beléptünk Izrael földjére, akkor milyen problémákról tudunk beszélni. Tehát nyilvánvalóan ők, akik ott beléptek, fölépítettek az első templomot, aztán azonnal még több probléma jelent meg, még több probléma. Tehát senki nem volt valójában gonosz, ezt látni kell, hanem ezek a hatalmas belső hibák, amelyek a tudás fájával egyetem jelentek meg, ebben semmi új nem volt, és ez az, ahogy ők elkezdték felismerni, mert csak lehetséges volt. Valóban ők képesek lennének megtartani magukat a hitben, azaz hogy valóban az első templom lerombolása, a Mohindekhaya megjelenése és elapadása, hogy folyamatosan elkezdtük elvezetni annak a megértését, hogy nincs más tehát rabbi, aki vagy megértette, és egyre többen elkezdték megérteni, hogy mi miért történik, és hogy mit akar üzenni ezzel nekünk a Teremtő. És hogy valóban ők annak a tudásnak a generációja váltak, hogy valóban képesek legyenek feltárni ezek mögött, a csapások mögött a korrekciónak a lehetőségét. Mi sokszor beszéltünk már arról, hogy a korrekció mindig a zuhanás alatt történik meg, tehát valóban ezért a templom lerombolása során ők fokozatosan elvesztették a Mohindehaját, ugye a legmagasabb szintű fényt, és lezuhantak a babiloni számítási szintjére. A babiloni annak ellenére már régen túl voltak ezen, ez pedig a teremtő feltárása, az kellett. És nem tűnt el a kapcsolat közöttük tökéletesen, de nagyon kicsi volt még az adakozási edény. Ezért mi ismerjük ezt a szintet, ahova lezuhantak, ugye? Ez az edények törésének a szintje. Ez egy megtervezett törés volt természetesen, de a korrekció, mondja Rav, a Nikudin világának töréséhez képest, ugye itt a lélek töréséről volt szó. Itt az embereknek összetapadásra kellett lépniük a törés során egymással is, és a Teremtővel is, tehát minden állapotot, ahogy a Teremtő végrehajtotta a törés, mert a Teremtő törte el őket, és akkor a rendszer által valóban ők képesek voltak igazolni minden pillanatban, hogy a lélek parcufja, amely egyre jobban elkezdett megtisztulni, ahogy elvesztette a vaskosságát, a vaskosság nem tűnt el, hanem hogy a szűrő tűnt el a törés során, viszont újra és újra az emberiség elkezdte megszerezni ezt a szűrőt, Izraelen keresztül, a hűségen keresztül, a Teremtő arcának az állandó kutatásával, azzal, hogy egyre jobban a felserő fordult az ember, ezzel újra megtisztult a törött szűrő, és az eltűnt fény újra és újra elkezdett megjelenni, és nyilvánvalóan a kínok tisztították meg ezt a szűrőt, ezt látni kell, és a szűrő eltűnés először összenyomott bennünket, egoista módon összeközésre készített bennünket, de ezzel együtt rájöttünk, hogy nincs más választásunk, mert az ego adja ezt a lehetőséget, hogy megtanuljuk azt, hogy ez a Teremtőnek a vágya, hogy összekapcsolódjunk és kövessük a hitnek az erejét. Tehát a törés és az első templom lerombolása, mondja Rav, az egy nagyon különleges állapot volt. A második templom, mondja Rav,
az egy másfajta karakter, majd erről beszélünk, eljön az ideje. De meg kell, hogy értsétek, hogy a zuhanás, amiről itt az első és a második templom rombolásához kapcsolódik, ezek felülről szándékosan ránkeresztett állapotok voltak, és az emberekkel való munka ennek megfelelően a teremtő összetapadásban nyilvánul meg. Ez azt jelenti, hogy amennyire csak lehetséges, alulról fölfele erőfeszítést kell tennünk a fölemelkedéshez. A második templom mondja, az a Makabeusokhoz kapcsolódó dolog volt, erről beszéltünk már, de az első templomról eddig nem sokat beszéltünk, mert ez egy nagyon magasztos szinten felépült valami volt köztünk a kapcsolatban. Nagyon nehéz is beszélni arról, hogy ezen a magas szinten, ahol a templom épült, hol lehetett a jó és a rossz érzékelni. Tehát, hogyha én a, ugye van az első, második és a harmadik szintje a szentségnek, nyilván a klipákkal összehasonlításban ezek magasztos szintek, de meg kell, hogy értsük, mondjanak, hogy az első templom és a második templom, ez azt jelenti, hogy minden bűn, ami ezekhez kapcsolódott, a sivatagi generációban kezdődött, amikor valóban összetapadás voltunk a Teremtővel ezeken a szinteken, és a sivatagi generáció szerezte meg ezeket a szinteket a bűn felett, és ezáltal az első második templom lelombolása után elvesztettük ezeket a magasztos szinteket, és számításba került, hogy ott maradtak az ízek, a támimok. És ugye nyilván ezt megelőzően is voltak számítások, de senki nem mondhatta igazán, hogy ezt számítatásnak kell nevezni, mert ez nem a spiritásból való számítás volt, hanem annak az érzékelésből, hogy az előző állapotot érzékeljük, ebből voltunk számítatásban. Mert nyilvánvalóan, hogyha a következő szinten nem érzik az előző szintet, az zónás miatt, ezt hívjuk számvezetésnek. Tehát ilyen értemben számvezetésben voltak, hogy abban az állapotban legyenek, hogy föl kell egy adniuk azt az életstílust, hogy több száz évvel ezelőtt éltek. Ez nem azt jelenti, hogy számvezetésbe kerültek, bár azt is mondhatnánk, hiszen az emberek ott hagyták a helyüket, és jobb egoista életet élhettek ezáltal. Valóban számvezték őket az előző állapotból, de a végső számvezetést, amiben 2000 évvel ezelőtt léptünk be, ez valóban azt jelenti, hogy teljesen egészen elveszítettük a spiritásával kapcsolatunkat. Hát az Ohának a bölcsei ezt előre megírták, hiszen 2000 évvel éltek előttünk, és 2000 évvel a templom lerombolása után egy olyan spiritás magasságban az Ohán írói, ahol egyfelől valóban egy spiritás magasságban emelkedtek, másrészt pedig ők maguk is számításba kerültünk, ahol valóban a Zohar könyvét abból a távolságból írták meg, ahol látták a mélységbe zuhant edények és a saját egységük által elért edények között a különbséget, és a számvezetés ilyen módon tudták ők megfelelően megfogalmazni, és ilyen módon tudták a Gamar Tikunnak és a kollekció végének a legmagasabb szintjét leírni. Ezért voltak képesek ezt a könyvet megírni. Később pedig, amikor a végső számvezetés megtörtént, ez már nem csak egy egyszerű számvezetés volt, hanem az általán zuhanásnak a folytatása. Nyilvánvalóan az edények összeolvadása is történt Babilonban, elkezdődött. Tehát egész addig, amíg az edény el nem érte majd a teljes integrációt, ez Ari idejében történt, amikor megjelent a megváltásnak az első szimbóluma, Ari művei által. És akkor az az emelkedés, ami akkor elkezdődött, az egészen a messiás megjelenéséig tartani fog, tehát Aritól kezdve indult a messiás korszaka. Tehát amikor mi? Mi napjainkban is. Lényegtelen, mi történik, milyen klipa tárul föl. Nekünk minden egyes gonosz felett, ami feltárul, azt kell látnunk, hogy a gonosznak semmilyen új része nem tárul már fel, hanem sokkal inkább ez a tudás fájnak a része tárul föl. A részletek tárulnak föl,
Tehát mekkora gonosz van, ami még nem tárult föl. Ez a proféták írnak erről, hogy milyen mértékű gonoszság fog feltárulni. Ők borzasztó dolgokat írnak le, amiket meg fogunk tapasztalni. Szükség van arra, hogy ilyen módon tárulni fel, amit a proféták leítek? Nem. Ez rajtunk múlik. Abban a pillanatban, amikor megkaptuk a korrekciónak a módszerét, akkor mindent akrisénába tudjuk vinni, és nem beítóba. És ezen a módon, másfajta módon tapasztalhatjuk meg a gonosznak a megjelenését. Akkor a gonosz, ami feltárul, az nem a... A feketesség meg fog feltárulni, amit előre meg tudunk tenni, és ezért különleges a messiás időszaka, mert a tanulás is másképp történt meg, hiszen elmagyarázzák nekünk, hogy ebben mi az én feladatom a végső korrekcióval kapcsolatosan, ezt tanulhatják meg az emberek. Tehát, hogy a legborzasztóbb vágyakat lehet korrigálni a kabala bölcsessége által, és pontosan most, amikor a kabala bölcsességét elkezdjük érzékelni, vagyunk képesek adoptálni a kabala bölcsességét annak érdekében, hogy az utolsó állapotai feltáruljanak a gonosznak, amely a legmagasabb, legrosszabb formája a feltárulásnak. Ugye ez a, nyilván mindig a könnyebb edényektől a nehezebb edények felé haladunk. Tehát az az edény, amiben már föltárult a gonosz, azok voltak a tisztább edények. Most a legnehezebb, legvaskosabb edényekben kell megjelennie a gonosznak. És ami azt jelenti, hogy a legmélyebb mélységet fogjuk megtapasztalni. Ugye ami azt jelenti, hogy a legmagasabb helyről haladunk a Mariana-árok felé, tehát a mélység felé. Tehát... A magas helytől a nagy lukig, mondja Rav, a nagy mélységig, és ezért pontosan azáltal, hogy ezek az edények, amelyek a Bein HaDalet edényeit képzik, a negyedik állomását az egyenes fény négy lépésének, ezeket kell tudnunk megvizsgálni, mert ott lejelentik a kőszív ennek a Bein HaDaletnek a mélyén, ezért nekünk egy különleges fényre van szükségünk, amit nekünk kell magunkra vonni, mert az előző szinteken már megvizsgáltuk ezt, azonban a szenvedés által tudtuk ezt megvizsgálni idáig. Azonban innentől kezdve mi nem tudjuk megvizsgálni a szenvedés által, mert a kabala bölcsesség ezért árul fel. Tehát Bál HaSzolám elmondja 1995-től a korrekció, az kizárólag úgy történt meg, hogy mi a fény segítségével a embereknek kell feltárulni a gonoszt, akik ebben a világban élnek. Tehát a Bein HaDaletnek az ereje ugye azt jelenti, hogy mindenféle állapotok összekeverednek egymással, és az ember munkája hiányzik ehhez, aki tudatosan képes a saját tudatosságát felébresztve korrekciót végezni a Bein HaDaleten. Ugye, és ő fogja végrehajtani az ásványi növény és áti szintek korrekcióját is. És mi elszenvedtük a számüzetést, az egyik helyre való átmenést, a programokat, a holokausztot, egy csomó más minden. És a teljes folyamat az ilyen módon záródik be, tehát a szenvedés által ébredtünk föl eddig, ez mind az emberben történik, így jutunk el az ember belső korrekciójához. Ez a negyedik szintje a Bein HaDaletnek, ahol vége van a egoista fejlődésnek, és nekünk valóban érzelmileg és mentálisan kell lezárnunk ezt a problémát, a szívben és az értelemben, ezért a kabala bölcsessége így tárul fel, hogy képesek legyünk helyes módon viszonyulni a korrekcióhoz, és innentől kezdve kilépni a szenvedésből, és nem olyan módon szenvedni, hogy hibákat fogja korrigálni, és aztán előadó korrekció felé, nem. A szenvedés, ami most érkezik el a világban, a csapásokon keresztül, ez egész addig fog folytatódni, ami mi nem akarunk részt venni a saját korrekciónkban. És nyilván ez a man emelésével lesz lehetséges, másképp nem is lenne erre lehetőség. Tehát mit írt erről Bál HaSzolám? Még a második, a harmadik, meg a negyedik világháború egy csomó dolgot írt. Tehát végső soron majd csak egy kicsi csoport ember lesz, aki túléli ezt az egészet, és ők képesek lesznek befejezni a korrekciót, amit nem volt képes a világ.
Tehát ha mi nem akarjuk, hogy néhány millió ember érje túl a világot, akkor nekünk el kell kezdeni korrigálni magunkat, hogy tudatos módon, érzelmileg képesek legyünk korrekcióra vinni a messiás időszakában a világot, és az a kabala ezért árult föl. Na most, még mielőtt elkezdjük ezeket az idézeteket olvasni, amely a Tammuz hónapjának a 17. napjára vonatkoznak, egyszerűbb, hogyha értjük, hogy miért kell ezt tanulnunk. Így kell viszonyulnunk az összes szenvedéshez, az összes romboláshoz, az első, a második templom lerombolásához. Mindenem, ami keresztül mentünk, azt nekünk a Tammuz hónapjának és az Av hónapnak kell tulajdonítanunk. Meg kell, hogy kell értsünk, hogy minden, ami történik, az a gyökerünkben van belefoglaltatva, ezek szükségszerű dolgok, amik megtörténjenek. És a rabbi, akivel fogadta ezt, nekünk ugyanúgy kell fogadni, hogy ezeket korrigált módon kell látnunk, és örülünk el annak a ténynek, hogy a gonosz az elkezdett feltárulni. Mert a korrekció módszere a kezünkben van, tehát képesek vagyunk, hogyha akarjuk, akkor tudnunk kell, hogy a gonosz feltárása mellett milyen rombolás történik, és akkor részvételünktől függ, hogy képesek vagyunk ezt megállítani a világban, vagy nem. Ez világos? Tehát nem szabad megfeledkezni természetesen arról a gonoszról, ami már föltárult, hanem nekünk a gonoszhoz úgy kell viszonyulnunk, magyarabb, hogy egy gyakorlatilag módon kezelni tudjuk azt. A Dodi Aharoni. Az, ami a jelenleg izraeli társadalomban létezik, ellentmondás is a világban. Hogyan kell ez viszonyulni? Mi, rabbi, akival örüljünk ennek, vagy mi? Ez a gonosz feltárulása már rá, mondja rabbi, amit nekünk el kell fogadni. Mert a teremtő mutatja meg ezt a számunkra, ő mutatja meg, hogy mit jelent a balvonal megjelenő törés. Tehát semmi új nem tárul föl, tehát valaki megöl valamit, bármi történik, bármilyen gonosz, ami feltárul, az az egyéni és az általános ego feltáráson túlmenően, Adam Harishon bűne után így kell megölni mindent, mert ez a gonosznak a feltárulása az általános malkútban, melyek így kell megnyilvánulni, és fokozatosan korrigálnunk kell mindezt. Tehát minden egyes nap úgy kell tekintenünk erre, hogy a gonosz cselekedetek feltárulnak, és a negatív viszonyok feltárulnak egyre jobban, és az emberek egyre jobban és jobban, egyre makacsabbul harcolnak ezzel. Tehát egyre durvábbak egymással, egyre keményebbek egymással. Ez mind a gonosz feltárulása azon a szinten, ami az emberek közötti viszonyban jelenik meg. És ezért kell nekünk, amely a mértékben lehetséges részt venni ebben, és a korrekcióban is, amely még több problémát jelent Izrael számára. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy a labda a mi térfelünkön van. Mivel a korrekciónak a módszere, az velünk van, nekünk a kezünkben van, és amilyen gyorsan lehetséges, fel kell tárni mindenkinek. Hát először Izraelnek, aztán pedig a világ minden más részének, mert a megváltásnak teljes megváltássá kell válnia. Tehát az összes emberi vágynak valóban korrigálódnia kell a teremtővel való szoros összetapadásban. Oké, na de akkor mi hogyan tudjuk a szomorúságot örömmé transformálni? Tehát én látok itt aktív terrorizmust, vagy bármilyen problémát, hogyan kell ez viszonyulnunk? Tehát örömmel és szomorúsággal egyszerre? Én nem tudom, hogy minden problémát szomorúnak érzel, és akkor a terror valóban rossz. Tehát én hallom az emberektől, hogy vannak, akik boldogok, hogy ez föltárul bárhol a világban, Németországtól kezdve Franciaországon, és nem itt. Mert ők nem értik meg, hogy
Tehát nem azon kell örülni, hogy máshol van és nem itt. Mert az, hogy ez még itt történik, hiába örülnek, hogy bármelyik izraeli nem itt, ha nem bennünket támadtak meg. Ennek mi vagyunk az okai, mondja Rav. Tehát mi vagyunk, mi rosszabbak vagyunk, mint bárki más a világban. Tehát a mi munkánknak arra kell irányulni, hogy a felelősséget felvegyük egyfelől annak, ami történik a világban. Tehát valóban látnunk kell az összes dolgot úgy, ahogy ez történik, tehát a gonosz feltárulásában. És a gonosz feltárulása az az a világkor egyszerűen nem választó el, tehát nekünk a folyamatban kell lennünk, tehát különösen Izrael földjének a korrekcióját végre kell hajtani. Mert ha nem korrigáljuk az egoista vágyainkat, elég gyorsan, akkor ami feltárul a világban csapás formájában, azok mind visszacsapnak ránk, és bennünket kezdenek el korrigálni. Tehát ez minden egyes pontjában a világnak feltárul a gonosz, és attól a pillanattól kezdve, a mi kezünkben van, szeretjük vagy nem szeretjük, ez lényegtelen, mondjanak. Mi vagyunk kötelezve arra, hogy a világ korrekcióban részt vegyünk, és nekünk a haszadim fényét kell a hokmával egyesíteni. Ugye a hokma az a halátozó kés, a haszadim pedig az operáló kés, ugye? Tehát nekünk így kell összekapcsolni a hokmát és a haszadimot, mert ez a teremtő feltárás, ez maga. Mert különben a világot a hokmával katasztrófába taszítjuk. Tehát ilyen módon lehet a rosszat a jóba fordítani, és az embereket megtanítani, hogy mit kell tenniük, és a világban lévő barátoknak valóban magukra kell vonni, bármi is történjék, azt az erőt, azt a missziót, hogy valóban felülről kaptuk ezeket a felébresztéseket, és ezeket nekünk figyelembe kell venni, és végig kell hajtani. Én látom a forrásokban, hogy az AFH hónapja elkezdődött, és nekünk az örömet csökkenteni kell, akkor az hogy működik? Tehát mindenekelőtt a kabbalisták, mondja, a több ezer évvel leírták, hogy mit kell tenni, a kettő pedig, hogy addig, amíg mi valójában nem vagyunk képesek eljutni abba az állapotba, ahol valóban transformálni tudjuk a bajokat örömmé, addig csak bajoknak fogjuk megérni őket. Azért, mert valóban nekünk támogatni kell a gonosz feltárulását egyfelől, tehát valóban most is a teremtő feltárása helyett még mindig azt asszisztáljuk, hogy a gonosz táruljon föl, még nem tudjuk elérni azt a fényt, ami majd ezt egyensúlyba hozná. Jó. Tehát az, hogy a gonosz tudjuk igazolni, ez a korrekciónak egy bizonyos fázis, a gonosz feltárása. Csak ezzel a mód, persze mondja, ez így van. De én nem arról a gonoszról beszélek, ami még nem jelent meg. Én a korrekcióban, a korrekcióra vihető gonoszról beszélek, amely az előző generációt a föltárult, különösen ezeknek a hónap, ennek a két szomorúsági napnak a környékén. Oké. Na, de amikor a Masada idejére visszatekintünk, ugye egy erőd volt, ugye a Flavius írásokban tudjuk, hogy ott mi történhetett. És egészen a második templomig gyakorlatilag, mint ez okozta volna Izraelnek a széttagoltságát. Tehát szinte egy gyerekes módon, hogy kapcsoljuk ezt a két dolgot össze? Tehát, ugye, tehát röviden még egyszer, tehát ha elolvas, akkor hogy lehet ezt megragadni? Azért, magyarabb, mert ezeknek spirituális magasságokban van az értelme. Ezek spirituális szintek, ezek nem is történelmi események. Hát hogy lenne lehetséges az, hogy az egymásban megnő gyűlölet, az természetesen rossz, ez lerombol mindent, a gyűlölet mindent lerombol, az országot, mindent, az értékeket, és ezt nem tudjuk semmi mással összekapcsolni az elején. Tehát amikor a te házad ég, akkor hagyod égni, ugye ez körülbelül így néz neki. Ezt nagyon nehéz megérteni.
Tehát az én gyermekeim, az én családom, az kezd el elveszni ezen a módon. Szó szerint mondja rá. Tehát nekünk arra van lehetőségünk, hogy a nap végén valóban azt érezhessük, hogy van egy kegye. Hát gondoljatok bele, mit ír a Tóra, hogy kegyelmes anyák megfőzik a saját gyermekeiket. Tehát nyilván ez a gonosz feltárulásának egy óriási erejű leírása, ami a világ jövőre vonatkozik, és ha ezt elolvasod, mondja Rava, akkor felismerheted, hogy a, mennyire gonosz ez a dolog. Oké, na de a napokban a korrekció vége messzének tűnik, nem is lehet érteni, miről beszélünk itt. Ez így van. Akkor a, hogyan tudták ezt igazolni a kabbalisták? Tehát az egyik dolog az, hogy van egy nagy szenvedés, ami megjelenik ebben a világban. És akkor azok az emberek, akik tulajdonképpen még áti szinten vannak, bolyongolnak a világban, segítséget próbálják ki a teremtőt. Nézzük meg Ravas írásra megfelelően, a futballstadionban az emberek boldogok, ezért már ahol ugye, ezért az emberek örülnek. Akkor az hogy igazoljuk ezt az örömöt? Nem értem, mondja Rav. Azt neked nem kell igazolnod. Azt se kell igazolnod, ha szenvednek. Neked nem a teremtőt kell igazolnod, neked általánosabban kell megragad a teremtő a kapcsolatodat. És érezned kell, hogy ez egy rendszer, ami mozgatja az egész világot. És hogy ennek megfelelően a saját érzéseit az ember, hogy ítéli meg úgy, hogy ez a rendszerhez köti őt. Ez egy program, mondja Rav. Tehát olyan, mintha egy szoftver nélkül nem is tudna létezni a komputer. Tehát a második dolog pedig az, hogy a végeredmény nyilván benne van az előzetes gondolatban, csak még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan működik mindez. És nekünk valóban föl kell emelni magunkat egy pont fölé. Tehát az emberiség szenved azért, mert a kapnakarása, amely a kapnakarása irányul, amely valójában nem is létezik. Majd meg fogjátok látni, hogy nem is létezik a kapnakarás érdekében, mert ez egy üres vágy, amit nem lehet kielégíteni, csak úgy tűnik neked, hogy ez létezik. És ez megjelenik ezen a módon a számodra, aztán majd ez el fog tűnni. Ezért hívjuk a világot elrejtett világnak. Ezt most nem tudom nektek elmesélni, de ez így működik. Látni fogjátok, hogy semmi gonosz nem volt a világban. Ezt a ti képzeletetekben építette fel a teremtő annak érdekében, hogy elgyengítsen benneteket a korrekció irányába. De nézd! Ez valami, amit még nem tudunk megemészteni, meg fölfogni. De végső soron, ami történik, az mind a mi képzeletünkben történik, egy biztos, ez a jelenleg érzésünk. Tehát itt és most így kell látnunk ezeket, hogy a munkánk nélkül, ami hozzáadásunk nélkül bizony kemény állapotok lesznek ebben a képzetes világban. Mert azok a gonosz erők, amelyek már megjelentek, az egyértelmű mutatja, hogy minek kell megjelennie, mert a korrekció mindig a könnyebb edény felől, a nehezebb edény felé halad, tehát ezért kell nagyon fókuszálnunk a terjesztésre, és azt is föl kell ismernünk, hogy ez a fajta dezintegráció, ez a fajta szétesettségünk, rombolásunk és törésünk, amit érzékelünk a nemzeten belül is, ez nem engedi az embereket megértetni, hogy valóban kicsodák. A kabala bölcsessége az egyetlen erő, amelyik mint kölcsönös igaz vallás jelent meg ebben a világban, így lehet elnyerni ezt a világot és a következő világot a kabala útján. De nincs más választásunk, nekünk meg kell érteni, hogy ezt így kell terjesztenünk, ez a dolgunk, egészen addig, amíg szó szerint el nem jön az utolsó fázisa a korrekciónak. Ezt megelőzően mi meg se tudjuk érteni, mi történik, ez valóban egy konfrontáció az adakozás és a megszerzés között. A legnagyobb megszerzés, mondjam, az azokban nyilvánul meg, akik ebben a világban valóban megpróbálják megszerezni és elérni a tökéletességnek bizonyos állapotát.
És rájönnek, hogy semmilyen dolog nem történt, hogy a 10 fiatal, aminek az elején ez le van írva, feketén-fehéren, hogy mi történik. És az is le van írva, a belső fény részben, a 10 fiatal tanulmányán belül, hogy itt valami nagyon egyedi dolog történik, és ez a teljes különbség a kabala és a vallás között valójában. A vallás azt mondja, hogy tedd meg, amit tenned kell, és akkor elnyered ezt a világot és a következő világot, és minden szupi lesz, ha az Istennek kiépíted ezt a viszonyt. Ezzel az emberek, akik ki gondolják el, és mennek oda. De a kabala bölcsessége nem ezt mondja, ő teljesen az ellentétet mondja. Nevezetesen, hogy ez a világ és a következő világ és a jutalom, az kizárólag az adakozás érdekében szerezhető meg, hogyha fölemelkedsz az egót fölé, és nem igényelsz semmilyen jutalmat, akkor kapnak az a jutalmat, amely teremtő volt a tapadás. Tehát röviden, itt nagyon sok dolog van, amit el kell magyarázni magunknak, nem is másoknak. Tehát az embereknek valóban a korrekció módszerét kell elmagyarázni, amely nem más, mint hogy előnyt adjunk a korrekciónk során többieknek, és később pedig majd meg fogjuk látni, hogy mennyire értettük ezt meg, és milyen mértékben merültünk el ebben, és akkor látjuk, hogy mi van ezen túlmenően. Tehát röviden, amit akarok mondani, hogy valóban az attitűd a szenvedés irányába és a problémák irányába, és a rombolás irányába, hogy nyilvánul meg, és hogy arra van szükségünk, hogy megismerjük a tudás fájának a bűne óta való történéseket, és azt a programot, ami elindult felülről. Ez az első pont. A második pedig, hogy szükségünk van a korrekció megismerésére is, amely itt és most elkezdődik, ez pedig a kabala feltárása mellett Izraelben és a világban nyilvánul meg, és ennek a korrekciónak valóban a mi részvételünkkel kell megtörténnie, mert különben ez nem lenne korrekció, hanem ez egy, mint egy makacskodó gyerek, akit kikényszerítenek a szülei, addig csapkodják a fejét, amíg meg nem érti, hogy mit kell tennie. Előtte pedig nem érdekli túlzottan, hogy milyen büntetést ígértek be neki. Tehát ő mindig arra vár az egész rendszer, hogy az ember kijelentse, hogy én akarom. Nyilvánvalóan ez nagyon nehéz és nagyon hosszú időt tartó szenvedés útján érhető el. Tehát reméljük, hogy a mi munkánkban ilyen módon a mi munkánk által képesek leszünk megédesíteni a világ helyzetét. És minden lenyugszik egy nyugodtabb állapotba. Rav, tehát ön elmagyarázta nekünk a lélek törését és a világ törését. Így van. De mi a kapcsolat kettő között? A világ törése, ugye a Nikudin világnak töréséről beszélünk. Ez teremtette meg a világokat. Ez az ősrobbanás, ez az elrejtése a fénynek, amely a legrejtettebb módon jelenik meg a törött edényekben. És miután a rendszer darabokra tört, és megjelent az Abia világai a teremtésben, amely majd korrigálja fel ezt az óriási törést, és akkor az Abia világaiban jelent meg egy egyedi belső rendszer, amit Ádámnak nevezzük, ez is törötté válik, és akkor a világok rendszere által kezd el majd korrigálódni, a világok rendszere, azok szűrők, kivágozott edény sorozatok, amin keresztül a fény meghatározott módon ereszkedik le a felső világból a törött lelkek rendszerének az irányába, és ilyen módon tudjuk ezeket az edényeket korrekcióra emelni. Tehát itt vannak állapotok, amelyek a léleknek a könnyedebb szintjeit nyilvánítják meg, 1-es, 2-es, 3-ast,
és akkor ezeket ébresztik föl a korrekció által a felülről való felülbiztosan keresztül, és az elegendő a számukra az, hogy bizonyos cselekedeteket végrehajtsanak ebben a világban, de a vágyak, amelyek elettek törve a hármas és a négyes szinten, ezek a vágyak lezugoltak a mélységbe onnan, mert kihozni őket a mi részvételünk nélkül, és ez pedig egy nagyon racionális és tudatos részvételt igényel az emberek oldaláról. Oké, mondja a Föld, de hát akkor az edények törése után beleértve mindent, amit ön említett, tehát amikor mi korrigáljuk a köztünk lévő viszonyt, akkor korrigáljuk a világok rendszerét is. A világnak nincs szükség korrekcióra. A lelkeknek van szükség korrekcióra. A világok azok kizárólag azért tettek létre, mert lelket szolgálják. Oké. היום יש לנו דיווח מקבוצת מוסקבה להכנה לכנס בפיטר, מוסקבה בבקשה. Tehát van egy moszkvai jelentés, amit most meghallgatunk a moszkvai kongresszussal kapcsolatosan. Hú, de rossz halljuk. Tehát jó reggelt, drága barátaink. Hatalmas privilégium, hogy elmondani nektek a kongresszusnak az állását, de röviden minden a megfelelő léptékben halad. Ugye itt van előttünk már a kongresszus teljes ütemezése, amely tele van fénnyel, ezt a világ korrekciója érdekében végre fogjuk hajtani. Tehát a teremtő való megadja nekünk a felgyorsítás lehetőségét, tehát három nap egy folyamatos barátok találkozója lesz, tehát mintha össze lennénk kapcsolatban 8 órán keresztül egy végtelenített barátok találkozójában, minden egyes blokja a leckéknek. Tehát 3,5 órás blokkokra van osztva a nap. Minden nap van egy napi lezárás, amikor leülünk, és aktualizáljuk azt, amit tanultunk, átmegyünk rajta, és ilyen módon rövid szünetek lesznek majd, amelyeken keresztül intenzív módon meg pedig lezárni az adott leckének a sorozatát, aztán lesznek kaják, és aztán nagyon rövid szünet, és már rögtön vissza is kell menni a kajáról a kongresszusi terembe, ami nagyon egyszerű lesz, mert úgy van kiépítve a hely, hogy ezt meg tudjuk tenni. És akkor 9-kor fejeződik be minden egyes nap a lecke, akkor mindenkinek el kell menni aludni, és ez ugye 7 óra lesz magyar időben, és így fog, aztán majd lesz egy spontán módon folytatjuk ezt, a szív lángjának megfelelően, aztán úgy kell lefeküdni aludni mindenkinek, hogy reggel teljesen energiával ébredesen, a leckeblokokon túlmenően a barátok találkozásra is fogunk készülni, van egy különleges csoport, ami ezzel dolgozik, Ruszlán ugye beszél erről. Igen, ez a csoport, ez különböző országokból lévő barátok szervezik. Az egész kongresszus gyakorlatilag egy barátok találkozójának van minősítve, egy folyamatos barátok találkozóra beszélünk 3 napon keresztül, minden egyes barátnak valóban fel kell készülve lennie, hogy minden egyes pillanatban készen álljon arra, hogy nyissa fel a szívét és beszéljen a többiekhez. 3 formátuma lesz a barátok találkozójának, tehát minden egyes lecke előtt lesz durván 30 perces barátok találkozója, ahol mi valóban megpróbáljuk megformálni a helyes edényt, és RAV előtt és a fény előtt valóban helyes módon kell ezt kifejezni. Tehát lesz 8 darab ilyen. Barátok találkozó, 8 darab leckénk van. Aztán van egy órá megelőző módon akit már 50 barátot felhívtunk, hogy készüljön fel ezekre a barátok találkozóira, és fél órával minden barátok találkozó előtt leülünk az összes baráttal. Pénteken este és szombat este pedig még egy órás barátok találkozóját szervezünk este. Ha összefoglaljuk a napot,
Hát adunk a Teremtőnek, hogy megtettük a dolgunkat, és amire lehetséges, megpróbálunk megadni minden egyes barátnak, hogy kinyissa a szívét, és kifejezze a központi küncsünk a kapcsolat irányába való erőfeszítésről beszélni. Tehát nyilván az egész kongresszus az ilyen csúcspontot, csúcspontra fogunk haladni, és Yeshiva Taverimok a leckék során fogják a legmagasabb szintű emelkedést okozni. Van valamilyen kérdés hozzám, vagy hozzánk? Van ilyen kérdésünk, igen. Minden lecke, minden lecke végén lesz egy kérdés és válaszok egy óra a fosszában, tehát állam is felolából egy óra az ez. Minden egyes barát lényegtelen, hogy kicsoda és hol van. Képes lesz kérdezni és kérdéseket küldeni online, a világ minden tájáról. De pont ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, mit jelent a helyes kérdés feltétel? Mindenek előtt mondja a... Mennyi idő marad arra, hogy beszéljünk? Tehát 2,5 óra marad egy workshopra és beszélgetésre. Tehát van 2,5 órám. Ez a keretidő. Előtte a barátok találkozó lesz, igaz? 2,5 óra az elég, mondja. Yeah. 30 perc. Yeshiva Taverim, és utána ön. Add egy leckét, és aztán workshop. 2,5 óra mondja le, hogy még túl... Tehát, hogy... És mennyi marad a kérdésekre? Má... Tehát nem tudom, másfelóra egy óra, az én kérdésem mindig a következő, hogy tehát mindenféle kérdés megengedünk kérdezni, vagy pedig szeretnénk a kérdéseket olyanban a szellemiségben tartani, mint a lecke szól, tehát hogy valóban ugyanabban a fajta áramláson maradjunk, és ne kóváljanak ki az emberek mindenféle irányba ez alól. Ne, azért, mert ez viszonylag egyszerű dolog eltévelyegni ilyenkor gondolatban. Egy-két kérdés, ami a ponthoz illik, az rendben van. Ez megadja a választ, és akkor, hogyha egy rossz kérdés van, rögtön az elkezdőjelben indulunk el. Itt a kérdés nagyon fontos. Tehát, hogy miért is csináljuk a Q&A, ez volt a kérdésetek. Azért, hogy megadjuk minden egyes embernek a lehetőséget, kérdezzenek, hogy megtanuljanak a kérdéseket moderálni, kezelni, mielőtt még fel is teszik őket, vagy mondhatjuk azt is, hogy mi rövidebbre tesszük a leckéket, és valóban az esti leckét, az kérdések és válaszok formájában fogjuk megadni és biztosítani, és azt csak a kérdések és válaszokra hagyjuk. Természetesen mi a leckét mindenképpen bele akarjuk illeszteni a lecke, tehát a kérdések és válaszokat a lecke fősodrába. De pont ezt akarjuk kérdezni öntől, hogy mi a helyes kérdés ilyen téren. A helyes kérdés mondja, hogy a lecke vonalát követitek a kérdésben. Tehát hogy lehet ezt megtenni? Tehát nyilván van egy kétás lecke. Mondjuk, hogy ez a kérdés, amit most beszéltünk, hogy az éntől a csoportig, a csoport a teremtőig. Tehát nyilván akkor ilyen kérdéseket is kell föltenni, tehát arra van szükségünk, hogy valóban olyan kérdéseket halljunk, amelyek valóban követik ugyanazt a nézőpontot, ugyanazt, ahol valóban a csoportban felismertem a teremtőt, a csoport a teremtő arcának kell tekintenem, amiben megjelenik majd a teremtő, és röviden, ez háromat jelent, én, a csoport és a teremtő, hogyan tudunk mi
együtt részt venni az összetapadásban a teremtővel, csak a teremtő a barátokon keresztül megnyilvánul, nyilván rájöttözik a barátokra, stb. Tehát az erről való kérdések azok nagyszerűek. De minden, ami ebből kivezet bennünket, mit csinálják a családommal, mit csinálják ezzel, azzal, azzal nem érdekel most magyarak. Mit csinálják valamivel, ami történik a világban, nem érdekes. A terrorizmus semmi más. Sem az egészségügyi problémák. Én csak egy dologgal foglalkozom, hogy én, a csoport és a teremtő valóban egyé váljunk. Ezt nevezzük úgy, hogy Izrael, a fény és a teremtő egy. És itt nyilvánvalóan fölbukott egy kérdés, hogy miért van az, hogy Izrael a teremtő és a szentség egy? Majd később megbeszéljük ezt, de ez pontosan egy példa, amin keresztül megyünk, és amely 7 vagy 8 leckét már megelőző módon belekapcsol a 8-ba. Tehát egy nagyon különleges nézőpontot ad a lecke, és mi ezt szeretnénk, hogyha a kérdések valóban követnék ezt, és ha fel akartok adni egy kérdést, akkor nektek föl kell készíteni előre a kérdéseket, minden egyes kérdésre, és azokat tegyétek föl. Tehát mivel valóban lehetséges, hogy van 20 ki ember, aki kérdezni akar valamit, és szétválogatjátok, ki fog derülni, hogy egy vagy két kérdés van, ami fontos, semmi több nincsen. Ezért megmondhatjátok nekik nyugodtan, hogy gyertek, kérdezzetek este, és akkor, vagy a harmadik, vagy a negyedik lecke után, hogy ne zavarjatok össze senkit a napközben, és akkor rövidebb leckéket adunk, a harmadik lecke rövidebb lecke lesz, és akkor több kérdés marad a kérdésekről és a válaszokban. És akkor a végén elmentek inni valamit, vagy beszélgettek, vagy kultúrás estét csináltak, ez már egy részlet kérdés. Oké, és akkor a nap lezárása. Hát az a barátoknak a találkozója, amely hiány szokott, tehát általában ilyenkor szoktunk inni egy kicsit. Oroszországban, hogy harap. Tehát röviden, én nem hallom a választ. Tehát barátaim, a legjobbakat kívánom, mondja Moszkvának, készüljetek. Tehát jobb lenne, hogyha mi mondjára lerövítenénk a leckéket, valamennyivel rövítésedek le, azért, hogy megadjátok a nap végén egy kicsit több idő legyen kérdezni. Tehát minden leckéből lopjatok el időt. És akkor este már csak kérdezni tudunk. Sok szerencsét. Nem most gyorsan átírták a kongresszust. Tegnap minden tükörkonzsák kiküldtük a kérdéseket itt Izraelen belül, és sokan lesznek itt a központban. Tehát holnapig jelentkezve mindenki, aki itt akarja követni a tükörkongresszuson, az eseményeket mindenkit szívesen látunk. Tehát sok ember lesz itt. Péntek szombaton itt leszünk, de aki ide akar jönni, az regisztráljon. És akkor az idő felgyorsítása, a Szentpéteri Vári kongresszus, az egész világnak szóló kongresszus életnek a hétvégén lesz. Tehát a kabala.info-n lehet jelentkezni, és mindenkinek szép napot kívánunk. Sziasztok!